Hol nem volt, volt egyszer egy ember, úgy hívták Róka Gergő bá. Ez a Róka Gergő bá tartott egy lovat, egy berbécset és egy disznót. De egész télen nem adott enni nekik. Tavasszal olyan soványak voltak, hogy csak a csoncs bőr volt rajtuk. Kicsapja a kapun őket, s azt mondja, eredjetek, hogy a farkasok egyenek meg. Miért nem híztatok meg télen? Ezt kijjebb hallgatta egy farkas. Hát, amikor megy a ló, elejébe áll a farkas. Állj meg, egyelek még! Mert gazdád azt mondta, egyelek még. Te engem megehetsz, de látod én, csak a rossz csontom s a bőröm. Rajtam mit eszel? Állj meg, menjek el a havasba, ott nyáron meghízom, és minden falást jót falsz belőlem. No, azt a farkas elereszti, elmegy. Megy utána a disznó. Állj meg, egyelek meg, mert gazdád azt mondta, egyelek meg. Ha te rajtam mit eszel? Csak a csontom s a bőröm. Állj meg, menjek el a havasba. A havasban meghízom, s olyan hat süldő malacsal jövök, hogy minden falást jót falsz belőlem. Elereszti a farkas azt is, elmegy az is. Megyen a berbécs. Elejébe áll a farkas. Állj meg, egyelek meg, mert gazdád azt mondta, egyelek meg. Hát te rajtam mit eszel? Csak a csontom s a bőröm. Állj meg, menjek a havasba. A havasban meghízom, s minden falást jót eszel belőlem. Elereszti azt is a farkas, de egész nyáron nem evett egy falás se. Tartogatta a hasát azokra az állatokra. Egyik bokor alatt everészett, ment a másik alá, egész nyáron úgy volt. Eljő az ősz, hát a disznó megyen elé hat malacával, de aztán szép malacokkal. A farkas meglátja egy bokor alól, és megy egy elejébe. Állj, te be jó, hogy nem csúfoltál meg! A hasamat mind rád tartogattam, most aztán jót eszem belőle. Azt mondja a disznó neki, ha én meg akartalak volna csúfolni, nem jöttem volna errefelé, de egy kicsi baj van közöttünk. Hát miféle? Az, hogy a havasban nem volt ember, s nem tudtuk a malacokat megkeresztelni. Keresztetlen nem jó megenni. Hát hol keresztelitek meg őket? Itt a faluban, a papnál. No, eredj, vigyed, kereszteljétek meg, és aztán gyere vissza. Jól van, megindul a disznó elől, a malacok után. Egyszer a disznó visszafordul, azt mondja a farkasnak. Gyere ide, súgjam a füledbe, hogy melyiket minek kereszteljük, tudja te is. A farkas oda ment, és a fülit oda tartotta a disznó szájához. A disznó jókedvűben volt, megragadta a farkas fülit, ráncigálni kezdte, rája hat malac is szinte széját tépték. Alig tudott a farkas megmenekülni. No, azok elmentek. Jön a berbécs. Állj te, legalább te ne csúfolj meg, mert a disznó megcsúfolt. Ha én meg akartalak volna csúfolni, nem jöttem volna errefelé. No, állj meg, egyelek meg. Engem megehetsz, csak egy kicsi baj van közöttünk. Hát miféle? Ha engem ráksz, nekem is fáj, és majd neked is fájni kezd a fogad. Állj belé abba a gödörbe, a szádat tárts ki, hogy szökjem a szádba, s egyszerre nyeljél. Akkor nekem se fáj, és neked se. A farkas belé áll a gödörbe, s kitátja a száját. A berbécs megfarolja magát jó messze, onnan megmutamodik, s úgy elüti a farkast, hogy az hármat is bucskázik befelé. Keresztül ugrott rajta, elfutott. Azon nyomban megy a ló, a farkas elejébe áll. Állj te, legalább te ne csúfolj meg, mert kettő már megcsúfolt. Ha én meg akartalak volna csúfolni, nem jöttem volna errefelé. No hát, állj meg, ugye gyelek meg. Engem megehetsz, csak egy kis baj van közöttünk.
Hát miféle? András falván egy leány megy férhez, s megkértek, hogy a mennyasszonyt hordozzam meg. Utána idejövök, akkor megehetsz. Azt én is szeretném meglátni, hogy te miként hordozod meg a mennyasszonyt. Fölülteti a ló a farkast a hátára, s viszi be a falu közé. A faluban úgy hívtak egy embert, Dankuj András bá. Annak az udvarán nyáron örökké kártyáztak az emberek. Akkor is éppen kártyáztak, amikor a ló vitte a farkast a hátán el a kapu előtt. Meglátják, hogy a farkas a ló hátán van, s kiáltani kezdik. Né, a farkas a ló hátán, né, a farkas a ló hátán! Egybe kézbelire kaptak, kikapára, kirúdras fejszére. A ló még meglassúdott, hogy érjék el. El is érték, s a szegény farkas alig tudott elmenekülni, hogy egészen nagyon ne verjék. Volt egy ember, úgy hívták Kalányos Peti bá. Az ott gajjazott az erdő. Hát látja, hogy a farkas megyen kifelé. Kalányos Peti bá kapta magát, s egy nagy fa mögé meghúzódott, hogy a farkas nehogy meglássa őt. A farkas éppen amellé a fa mellé ült le, beszemmel a falu felé. Elkezdi magába mondogatni, így kell nekem, ne, ha nem volt eszem. Bár itt is valaki jót vágna rejám. Kalányos Peti már úgy megvágta a fejszefokával kívülről, hogy na. Azt mondom, hogy el, még tréfálkozni se lehet.